Kaptam egy telefonhívást. Keresett engem a Bálint Ambrusné Piroska néni Tollamözsről. Annyit mondott, hogy Andrásfalvára megyünk, emlékművet avatunk, a programfüzet kész van, te is a testvéred fogtok énekelni, majd az emlékmű avatásán. És akkor megkérdeztem, hogy hogy is van, mi fog történni? Andrásfalva, emlékmű avatás a temetőbe? Hát ebben benne vagyok, ez tetszik, ez az ajánlat és ez a történés tetszik. És akkor hogy van ez? És akkor összeültünk, és megszerveztük, hogy akkor mit fogunk énekelni, hogy fogunk oda kiállni, és mi fog történni, és egyáltalán megbeszéltük, hogy most mi ez a kezdeményezés. Így indult, tehát a Piroska néni nevét mindenképpen meg kell említenem, és akkor itt kezdődött 2011. október 15-én 57 ember egy nagy busszal buszra szálltunk, elindultunk Bukovinába, 16-án, október 16-án farkasordító hidegbe emlékművet avattunk. Előzőleg részt vettünk egy ortodox templomi szertartáson, ahol a Andrásfalva népe gyönyörű helyi viseletbe öltözve a saját lobogóikkal, a saját keresztjeikkel, a fél falu felvonult velünk, a polgármester úrral, a vezetőséggel, és egy nagyon megható és nagyon szép emlékműavatás volt. 2011. október 16-án Andrásfalván. Hát utána pedig az történt, hogy ezt a dolgot a Piroska néni a koránál fogva úgy teljesen a Sejem Márton nevé kezébe adta, a Márton kreativitása miatt, a ráteremettsége miatt, a kapcsolat, jó kapcsolatteremtő képessége miatt, és így 2013. november 13-án alapítvány formájában működhetett ez a dolog tovább. Továbbra is aktív támogatója, résztvevője volt a Piroska néni, meg kell említenem. A Sejem Márton egy nagyon kreatív, rendkívül megnyerő személyiség volt, aki nagyon könnyen alakított ki kapcsolatokat, mindenhol megkedvelték, nagyon tisztelték, és bárhol megjelent egy kérése, bármelyik bukovinai faluba, a kérésének a vezetőség azonnal mindennek eleget tett, és minden engedélyt megadtak a kéréséhez. Mert elmondása szerint édesapja valamikor azt mondta neki, hogy édesfiam, ha egyszer megteheted, én nekem 7 testvérem nyugszik az Andrásfalvi temetőbe, állítsál egyszer nekik egy emlékművet. És innen indult ki a dolog. De hát ugye a legelején milyen címszó alatt, tehát akkor a Tollamözsi Székelyek Baráti Szövetsége meghirdetésével indult, de hát a Márton hadhatós közreműködésével. Aztán hát meghívtuk ugye megalakult az alapítvány, román tagjaink is vannak, Andrásfalva főpolgármestere volt, a jegyzője, és az alpolgármestere, és a templomi képviselője. És meghívtuk őket Tolna megyébe, körbevezettük őket a völgység, a Bukovinából ide a völgységbe telepített székely falvakba, ahol mindenhol nagyon nagy szeretettel, tisztelettel várták őket, úgyhogy és azt mondták, hogy hát álmukban nem gondolták, hogy ennyien tudnak majd románul beszélni a magyarországi székely falvakba. Úgyhogy igen nagy szeretettel fogadtuk őket, a Kakasdi faluházban nagyon nagy rendezvényt rendeztek a tiszteletükre. 2014. június 9-én ismét ment a kis csapatunk nagy busszal, autóval is jöttek utánunk, és avattunk Isten segíts be, és Hadikfalván.
Csodálatosan szép ünnepségek voltak a helyiek szinten, lobogókkal, helyi népviseletbe, előtte istentisztelet volt, ahol megkértek, hogy imádkozzunk, magyarul énekeljünk, ami szokás, ami vallásunk szerint. Nagyon pozitívan állt hozzá a pópa, a lakosság, jöttek velünk föl a Kopachegyre, nagyon szép ünnepi beszédet mondott az ortodox pópa, részt vett rajta az Andrásfalvi főpolgármester úr, alpolgármester úr, és nagyon jó barátságok köttettek. Itt el kell mondanom, hogy Isten segítsben a pópa úr elkérte a magyar lobogót a selyem zászlótól, mert mindig is szeretett volna egy lobogót, és kirakta az Isten segítsi templom szószékére, és azt mondta a híveknek, hogy ez az zászló itt marad, és kész. Magyar zászló, mivel hogy magyarok építették ezt a templomot, innen magyarokat telepítettek ki. Ez a zászló itt marad, azóta is ott van, Isten segíts templomában, a magyar zászló, a Selyem Márton ajándékozta a Selyem zászló. Aztán hát utána nagyon nagy ünnepséget szerveztek, ugye, tehát mind az öt falu papját, polgármesterét vendégül látta a csapatunk, igen jó hangulatú események voltak, nagyon pozitív fogadtatással. Aztán következett 2016, ismét hirdetünk, emlékművet avatunk, Fogadj Istenbe és Józsefalván. És hát a Radóczi szállásunkon, hát beöltözve népviseletbe a kis csapatunk, mert az utasok is beöltöztek, egyszer csak érkezett egy magas, idegen emberke, kezét csókolom, jó napot kívánok, bemutatkozik, és a csapatunk után jött Csíkszereda főkonzulja, magyar konzul, azt mondja, olvasta a hirdetést, és nem tudta, és kíváncsi volt rá, hogy mi ez a magyar megmozdulás. És ő aktívan részt vett, ő is részt vett az eseményeken, készült, tehát a történelmünket tudta, ő is elmondta a beszédét az emlékműavatásokon, a Márton is elmondta, nagyon pozitívak voltak a hozzáállások. Itt még Fogadj Istenbe meg kell említenem, hogy Barta Zsolt atya jött erre a két avatásra a csoportunkkal, és hát az ortodox papot, a helyi papot megkérte, egy magyar doktornő, meg kell említenem a nevét, Klára Happencsuk, Klára, Adriana Klára Happencsuk, ő egy brassói magyar nő, de Szucsáván orvos, és ott volt a csapatunkkal, és nagyon támogatta, és hát megkérte a pópát, hogy engedjen be, hogy a Zsolt atya tartson egy katolikus misét tartott, áldoztatott, és akkor vonultunk emlékművet avatni ugyanúgy, tehát a Márton és a főkonzul úr leplezték le az emlékműveket. Aztán még másnap mentünk, tehát ez volt május 12-én, 2016. május 12-én, 2016. május 13-án másnap Józsefalvára mentünk. Hát ugye ott igen komoly baráti kapcsolataink vannak, meg kell említenünk Radatán Radut és Danielát, a feleségét, aki a mai napig nagyon becsületesen, tisztességesen gondozzák, kaszálják, rendbe rakják a magyar temetőket, nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki, a Mártont nagyon szerették, nagyon tisztelték, el is jöttek hozzá Aparhantra, tiszteletüket tették a Márton családjánál és a Márton sírjánál a sajnálatos távozása után, és hát valahol itt nem ér véget a történet, most történik az, hogy hát ami a Márton elképzelése és tervei voltak, hogy hát csinálni az emlékművek és a kopjafák köré egy olyan terepet, ahova egy csoport, aki megy, oda kell tudjon normálisan fényképezkedni, ne térdig érő, hónaig érő gazba, mert ugyanis nem lehet hetente ott kint kaszálni, mert 1000 kilométerre vagyunk. És akkor hát most egy nagyon pozitív esemény történt idén februárban, tehát 2024 februárban a Hadikfalvi emlékművet és a két kópiafát körül nagyon szép térkövezés jött létre Márton távozására, tehát erre nem találunk szavakat, ez döbbenet. Ez az ember tele volt életkedvel, vidámsággal, minden dologhoz pozitívan állt hozzá, ő neki a pohár félig mindig tele volt, nagyon jó kapcsolatépítő, kitűnő kapcsolatépítő volt, humoros volt,
kiváló szervező volt, és egy kiváló ember, és egy nagyszerű székelyt vesztettünk el sajnos. A távozásával hát hatalmas űr maradt itt sokunkba, sok barátba, és nagyon szorgalmazta ennek a székelyháznak a létrejöttét, oroszlán rész vállalt belőle, akár az építkezésen, akár az anyagbeszerzéseken, és nagyon szorgalmazta a bukovinai székely hagyományokat, akár a folklór részét támogatta, aktívan részt vett, és hát egy igazi ízig-vérig csupaszív székely ember volt. A Márton, Sejm Mártonnal kötött barátságról mondhatom, nagyon jó, egyik legjobb barátom volt, sajnos elvesztettük. Én ugyanazt alá tudnám támasztani a Gizit, hogy nagyon jó szervezőkészsége volt, barátságos ember, humora volt, könnyen tudott kapcsolatokat teremteni, és valahogy nagyon megtaláltam a kapcsolatot vele, ugyanis hát én Kakaldi révén ismertem a székelységeket, a feleségem is székely származású. Ezen kívül vállalkozó volt, tehát volt arról is beszélni valunk. Én sok hetet együtt töltöttem vele egy helységbe, egy hát úton, de itt Aparon is sokszor meglátogattam ő engem, amikor ment a Gizihez egyeztetni a terveket, meg egyebeket. Én nagyon szerettem a Mártont, nagyon jó barát volt, és ezt nagyon sokan el tudják mondani, hogy olyan ember volt, aki jó kapcsolatteremtő, amit már említettem, és meg tudott győzni sok ember sok mindenről, és nagy űr az ő nem létezése. Olyan személyiséget ismertem meg benne, ami hihetetlen energiával, és ugyanakkor nagyon jó indulattal volt tele, és valóban nagy űrt hagyott itt, ahogy elment, hiszen tulajdonképpen ez az épület, a porta, a székely porta nem jöhetett volna létre az ő munkája nélkül. Tehát ő rá mindig számíthattam, mert ő volt mindig itt legelőször. Olyan nem történt szinte meg, hogy én várnom kellett reggel, hogy a Marci még nem ért ide, mindig ő várt rám. A csigdánfalviakkal összeismerkedett, ugye, és akkor ezáltal én is sikerült nekem is egy kapcsolatot teremteni, és hát ők segítettek abban, hogy itt ugye a fát beszerezzük, hiszen a Hargitáról lett hozva a fa, a zsindely, ki is mentünk, együtt mentünk ki az ottani ismerettség által nagyba sikerült ezeket mind elérni. Tehát nagyon sokat, és ugyanúgy itt is nem csak anyagilag támogatott, hanem tényleg támogatta ezt a munkát, hanem mindig a kétkezei munkával, tehát hozzájárult ahhoz, hogy fölépülhessen. És a jó ötletei voltak, nehéz volt vele összeveszni, néha-néha azért sikerült, de mindig megbékültünk, mert hiszen ő is egy jellem, karakter, én is, mindenkinek van hibája, de úgy gondolom, hogy kiegészítettük egymást, és így létrejöhetett ez a szép épületek. És hát az emlékét meg kötelességünk megőrizni, mert úgy gondolom mintaként is a bukovinai székelyek elé lehet állni, mint embert, mint azokat az értékeknek a megőrzését, ami tényleg számára nagyon fontos volt. Ez mint a mindenki számára példamutató. És hát bízom benne, hogy valóban azok a kincsek, amelyeket
létrehoztunk, amelyeket együtt sikerült is a közösséggel, akik részt vettek ebbe a munkába, az sikerül megőrizni, bővíteni, és tényleg hosszú időig példaként és mindaként lássák a fiataljaink azt, hogy tényleg egy nagyon gazdag népcsoportról van szó.